A Fontos Nekünk konzultációs sorozat keretében a búzatéri piac kereskedőivel és vásárlóival találkozott Kriza Ákos. A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje sajtótájékoztatón számolt be a tapasztaltakról. A vásárlók hamar elszoktak a piacról, a télen megfagyó áru, a nyáron borzalmas meleg, az árusokat is nagyon kellemetlen helyzetbe hozta. Kényelmetlenséget okoz továbbá a zsúfolt terület, az áru rakodásának nehezítettsége, valamint pontosan ebből a zsúfolt területből adódó közbiztonság romlása. Ne tántán adjon egy tűz itt benne a csarnokban. Egy menekülési pont itt nincsen. Taposnák adjon az emberek egyet. Hát így van, meg rendkívül zsúfolt az egész. Hát ez, tehát hát nem az élő állat eladás? Azt meg megölték, gyakorlatilag igen. Az már nincs is szinte. Hát azért a vidék az... Hát piac, az piac. Az, hát tehát egy az... igen. Pár galambbal is. Nem tetszik, akkor tesszük, papolyos húzál. Ezt mondják. Mi kifizettük az asztalunkat, és hogyha a szomszéd kifizette ő is az asztalt, és azt mondja, hogy na most én nem jövök, ad ide arra a napra való helypénzt, akkor neki is oda kell adni, meg még oda kell adni a piacfelügyelőségnek. Tehát egy szolgáltatásért kétszer akarnak. Igen. Úgyhogy... 2 kiló? 2 kiló, igen. Az eső az emberek nyakába esik, és ez szerintem ez egy korszerű piac, amit most építettek. Hát ez rendkívül szűkös, és ez hogy ilyen alacsonyan van. Összezsúfolták az egészet, ugye a vevők is panaszkodnak sokszor, hogy nem férjük el, és egyszerűen... Világos, látható. Nem is tudom megfogalmazni. Hát ez nem egy korszerű európai színvonalú modern piac, ami itt van. Hát ugye nem. Mi a pénzünkért nem ezt vártuk volna. Világos. Itt mínusz 19 volt kint, mínusz 17 volt bent, tehát ez tartozatlan. Nyáron a meleg, de még az egy dolog, de télen a hideg, nem tudom, mit csinálni. Képtelenség. Tehát az, ígéretben az volt, hogy fűtött terek lesznek, vagy olyan terek, ahol temperált hőmérséklet. Úgy kezdődött az egész, mi nem kértünk fűtést, mert ehhez az áruhoz nem kell fűtés. De azt se gondoltuk, hogy mínusz 15. Tehát valamilyen klimatizáló berendezés kellene így. Azaz, ha hozzátehetném, ugye a régi csarnokban, ami volt, ott meg volt a dupla nagy ajtós megoldás. Igen. Ott, akik ott voltak, sosem panaszkodtak, ugyanis bármilyen hideg volt kint, ott a plusz 10 fok mindig. Na jó, de senki nem gondolta. Az egy épület. Ez meg egy üvegház. Igen. A piac működtetésére Miskolc város vezetése egy budapesti ingatlan befektetővel, az Ikeron ZRT-vel hozott létre közös céget, a város 33%-os, tehát kisebbségi tulajdonrésze mellett ez lett a Miskolci Piac ZRT. Az Ikeron csak azokkal a kereskedőkkel szerződött, akik a rendszeres havi bérleti díj megfizetése mellett 10 évre szóló bérleti jogot vásároltak. Körülbelül 3,5 milliárd forintból felújított piacnak a teljes költségét, ennek az összegnek a teljes értékét az előre kifizetett bérleti jogokból és a folyamatosan emelkedő bérleti díjakból ők kell megfinanszírozzák. A piac felújítása előtt ezek a bérleti jogok és bérleti díjak jelentősen alacsonyabbak voltak, sokan hitelt vettek fel ingatlanjaikra, sokan utolsó pénzeiket rakták be ebbe a bérleti jog megvásárlásába. Üzemeltetéssel együtt 210 ezer forintot. Ez a havi. Ez a havi, és csak 10 évre. A legnagyobb gondunk ez, hogy jelzálogot vettem én is fel a lakásra 15 évre. Na most, ha bevezettem ezt az üzletet, azért tudja, hogy van 10 év alatt, látja is, na, áll a sor mindig. 10 év után azt mondják nekem, hogy jött rá egy vevő, és én már ugye még egy jelzálogot nem tudok felvenni, igen, kiveszik alólam azt a boltot. És... úgyhogy mi nagyon szeretnénk azt, hogyha ez, én jártam Egerbe, Debrecenbe, Budapesten, örökös bérleti jó. Tehát én még ilyet nem is hallottam, hogy 10 évre. Mert hát ez borzasztó kitolás lenne velünk. Mennyit tetszettek fizetni négyzetméterért? Négyzetméteréért azt mondja, hogy a 17, azt hiszem, hogy 2000 valamit, 2500-at. 2500-at. 2500-at, áfával. 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 Tehát ez a beugróként. Igen. Így jön ki a 4.200.000 forint. Ez volt a beugró, akkor nekünk azt mondták, jó, gyorsan vegyem ki az üzletet, mert minden üzlet ki van. Igen, hatalmas igény van rá.
Hát itt a csarnokban nem hiszem, hogy 8-10 embernél több van, aki zöldséges, és megvette. Én a piac nyitástól itt vagyok. Az őstermelők, mivel nem vásárolták meg a kötelezően előírt 10 évre szóló bérleti jogot, kiszorultak a piacról. 70-80 éves nénikéket láttunk, akik gyakorlatilag a termékeiket szorongatva a kezükben rettegve érkeznek a piacra, azért, mert nem tudják, hogy jut-e számukra hely, árulni tudnak-e az adott napon. És ha sikerül is asztalhoz jutniuk, egy asztalon ketten-hárman kell megosztozniuk, alig tudják kihelyezni áruikat, ott szorongatják a lábaik között, és néhány kilót tudnak csak az asztalra helyezni. Az egész országban nincs ilyen piac, mint Miskolcon. A 70 éve épült piac Budapesten a vásárcsarnok, külön mint ez. Nem lehet közlekedni, szűk. Eszméletlen. Megalázzák az embereket, az öreg nyugdíjasokat, hogy itt a földön kell eladni, amivel keményen megdolgoznak. A földön? Földön áruljuk? Hát szégyen gyalázat, amit itt tették. Ezt így. Ha odaállunk a kocsmenő, akkor elzavarják az embert, mert azért más fizet. Tehát nem mi, de mi plusz ugyanúgy kifizessük érte. A napi egy fél asztal 450 forint. Hát meg lehet nézni ezt a keserves életet. Minek váltassák ki velünk a dőstermelőt, ha egyszer nincs hely? Nem tudunk hol árulni. A földön igen jó a földön árulni, az egészséges, mert szerintünk nem. Sőt, de ott a földön sem. Nem lehet, onnan is elhajtanak. Nem tudja elképzelni, három ember jött rám reggel is. Menjek be a boltba. Állandó. Hát tessének már meg ilyen szorosságban, hogy az ember megegyezik egymással. Én is, hogy áruljak el, és akkor itt az embert annyira felbosszantják, hogy az kinek kellene. Hát nem is csodál. Nem. Szívesen kifizessük azt a jegyárát. Most mennyit tetszenek fizetni? Most fizettünk, mennyit fizettünk itt összesen, Kató? 9 meg 10? 5-öt. 1000 valami. 1400 forintot fizettünk itt. De ezért a zsúfoltság. A Miskolci Piac ZRT most csőd közeli helyzetben van. Ezt a céget akarja megvásárolni az önkormányzat bankhitelből és a belvárosi ingatlanok értékesítéséből 400 millió forintért. Jelenleg a piac értéke az mínuszban van. Tehát, hogyha azt megnézzük, hogy milyen értéken próbálják kivásárolni a piacot, az azt gondoljuk, hogy egy olyan, mint hogyha egy üres kútba ledobnánk egy követ, semmi értelme nincs. Ebbe a csőd közeli helyzetben lévő piacban nem szabad újabb több 100 millió forintos értéket beletenni, nem szabad újra a város vagyonát elkótyavetyelni. Újabb bankhitelek, újabb eladott ingatlanok lehet az eredménye, és nem tudják megmenteni vele a piacot. Tehát azt a célt nem tudják elérni, hogy zavartalanul üzemeltethessék a piacot a továbbiak. Mi volna akkor ön szerint a reális megoldás? Szerintem kőkemény tárgyalásokat kell folytatni az üzlet másik üzletrész tulajdonosával, és csak többségi tulajdont kellene szerezni a piacban, maximum 51%-ig kellene bevásárolni magát az önkormányzatnak a piacba, úgyhogy a döntés az önkormányzatnál legyen, és ezt az értéket is jelentősen alacsonyabb áron kellene megszerezni, mint ahogy jelen pillanatban tervezik. Ha jól emlékszem, akkor a szeptember 9-i közgyűlésen tervezi az önkormányzat, hogy döntést hoz ebben a kérdésben. Önök tudnak-e, vagy tesznek-e, terveznek-e valamilyen lépést, vagy mit javasolnak? Mindenképpen felhívjuk a jelenlegi városvezetés figyelmét, hogy 3 héttel az önkormányzati választások előtt ilyen fajsúlyos kérdést ne merjen meghozni saját hatáskörében, mert ezt azt gondolom, hogy egy bizalmatlanság az újonnan felálló önkormányzattal szemben. Azt is említette a tájékoztatón újságírói kérdésre, hogy tulajdonképpen csak a törzstőke ismert ebben a kérdésben, de részleteket, a pénzügyi anyagi helyzetet nem ismerik. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy lehetséges, mint ahogy Miskolc városában semmilyen adathoz nem lehet hozzájutni, ehhez sem lehetett hozzájutni. Szeretnénk, hogyha világosan látnánk, nem csak ebben a kérdésben, hanem a Miskolc város többi cégeinek a kérdéseiben is, konkrétan látnánk az eredményeket, azokat az adatokat, amelyek a pénzügyi helyzetekkel kapcsolatos beszámolókból jelenleg nem olvashatók ki. Eközben a búzatéri piac ügyében több kereskedő tett feljelentést hűtlenkezelés miatt a központi nyomozó főügyészségen.